Mindig azután érdeklődsz, azt lesed, azt követed, hogy hogy keresél több pénzt GTA Online. Hát akkor most iratkozz fel a csatornára, kapcsolj be minden értesítést a csengőnél, hogy még nehogy lemaradj a következő feltöltésemről, mert mindig itt vagyok minden nap, hogy feltöltsek valami kis trükköt nektek, úgyhogy igen, ezután jön is a következő, természetesen először angolul, aztán magyarul, a következő glitch a házeladós glitch lesz, úgyhogy nagyon-nagyon legyetek résen, iratkozzatok fel és nézzétek a csatit, azért ezt megmutatom én is, amikor unatkozok, ez egy unatkozós, milliárdossá tevős glitch, ugye bármikor van egy 5-7 percet, megfogod ezt a kocsit, berakod gyorsan ide, bemented, besztorítsod, beparkolsz a kamionodba, az emószidba, utána kidobod ide, itt hagyod, aztán elkezded a glitchet, a facility-t kell hozzá, ott pedig el kell tárolnod egy pár free LLG-t, hogy minél hamarabb tudjál pénzt duplikálni, vagy hát kocsit duplikálni, másolni, és így 1.800.000 eladni. Ezt hoztam ma nektek el, hogy még sor. A lényeg, hogy semmiképpen ne mulasszátok el, legyetek gazdagok, Ready to Killer, itt van újra veletek. Amit javaslok, hogy gyorsan pénzt szerezzél, vegyél itt gyorsan, úgyis nem hiszem, hogy minden property-d megvan, minden házad megvan, itt van valamilyen ház, 10 garázs, 10 autós, 6 autós garázsos ház, itt van egy facility, én szerintem, hogyha pénzre mész, akkor legyenek ezek meg, akkor legyen meg itt ez a bunker, itt ez a egy-két ház, és ugye akár arcade, és ugye itt a facility, akkor nagyon gyors vagy, beülsz egy streetcarba is, egy street autóba, egy utcai autóba, és csak oda vezet, semmit nem kell csinálni. Én így egy kicsit hosszabbá teszem magamnak, mert én mindig teleportálok egy munkával, amit így tudtok megcsinálni, ugye hoztoljatok egy jobot, ami közel van, akár a sajátotokat, én nekem minden garázs előtt van egy saját munkám, ahol így mindenhova tudok teleportálni, a következő videókban ilyet is mutatok majd nektek egy pár trükköt. Ugye itt kerestek egy embert, fontos, hogy az ember az a barátotok, vagy bárki ismerőstök, vagy a communityből, vagy az én communitymből kerestek egy embert, aki different targeting módon van. Ezt úgy tudjátok megnézni, hogy kettőször koppintatok, kétszer joinoltok, a második alert, hogyha előjön, akkor jó helyen van. Igazából ennyi, ez egy gyors, nagyon gyors mozgás a térképen. Lehetővé teszi, hogy nagyon gyorsan haladja. Igen, én le is értem igazából, le is megyek. Egy kis trükkre lesz szükség a recepciós tesóknál. Megmutatom magyarul nektek, hogy tényleg, ha valaki nem értené, vagy nem tudja, akkor nehogy erről lemaradjon. Még csináljatok sok pénzt. Próbálom osztani egyre több helyen, ti is segítsetek, osszátok meg létszi a videóimat, barátaitok közt, családtagok közt, suliba. Ugye nincs suli, mert vírus van, maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra, játszatok sokat, ez a játék ideje. Nem is értem, milyen jó nektek, hogy így kell tanulni. Hihetetlen, hallom, érettségi is lesz, tehát hogy ez... Gratulálok mindenkinek előre az ötös érettségihez. Ide kell jönni ez a tesóhoz itt. Ide kell állni hozzá, és poszttrükköt csinálunk, de jobb nélkül. Tehát nagyon egyszerű, le kell nyomni az option gombodat. És ahogy elengeded, abban a pillanatban jobbra kell nyomni a nyilat, és hallanod kell a háttérben, hogy megkérdezi a forma, hogy mit akarsz, hogy what you need. Ugye itt bele kell menjél a Criminal Enterprise-ba, Enterprise Parkba, itt ezt meg kell nyisd, ez mindig nagyon segít nekünk mindenhol. Ezt megnyitod, visszalépsz, elmész gyorsan a térképre, nem kell gyorsan, megnyitod, egy tetszőleges jobbra rámész. Ez nagyon fontos, hogy ahogy indítod a jobot, ugye rányomsz itt kockával, feljön ez az alert, ahogy elindítod az X-el, rögtön nyomod a karikát rá, hogy visszalépjen. Tehát magyarul végül is azt csinálod, hogy X karika karika, ezt én is így fogom csinálni, figyeljetek, tehát X karika karika, ahogy megvolt a karika karika, meglátjátok, hogy visszajöttünk így, és a loading, a töltés kis ikon ott maradt jobb alul, tökéletes a zenénk is megmaradt, úgyhogy jöhetünk ki. És jöhetünk, szerezhetünk, egy duplikálni való LLG-be kell beüljünk, ugye. Nagyon fontos, bármit szeretnétek, iratkozzatok fel a csatornámra, adjatok friendnek, joinoljatok a crew-mba, Nova Umbros, a community-t keressétek meg, Predis Nova Umbros, és tegyetek szert olyan autókra, olyan moddolt dolgokra esetleg, amit nektek nincs, minden hétvégén sorsolunk jó dolgokat, oppresszorokat,
autókat, bármit, amit el tudtok adni, vagy akár limited edition-ös láthatatlan, vagy pénzliver is repülőket, tehát láthatatlan kocsik is vannak, meg nagyon tényleg elég sok limited edition-ös autó van. Tehát a lényeg, ide be kellett üljél, és ugyanúgy a dupla koppintással rájoinolsz valakire, és akkor mondom, mit csinálsz utána. Ahogy megjön az első alerted, lenyomod a gázt, az R2-est, és nyomva tartod egészen hosszú ideig, addig, amíg nem mondom, amíg ki nem mész a bunkerből, tehát akkor lenyomod most az R2-t, nem kell sietni, stresszelni. Az első alerten nyomsz egy X-et, a másodikon egy karikát, és ugye a harmadik glitches alerten nyomsz egy X-et megint. Itt ki fog dobni, eltűnik minden, így elvillan egy picit, aztán fekete kép, nekem elég gyors van, akinek nagyon sokáig kell várni, de csak hagyjátok lenyomva az R2-t, az nagyon fontos, tartsátok lenyomva végig. Ahogy kikerültök ide, kocsi nélkül jöttök ki, ugye ezt akartuk elérni. Most nektek, hogyha vissza kell jutni ugye a bunkerbe, hogyha ez nektek nem egy job teleporter, akkor ne használjatok, azt nem mondtam ezzel, semmiképp ne használjatok mechanikot, saját autót, használjatok Securoservnél CEO Buzzard helikoptert, ami ugye ingyenes, vagy CEO autót onnan, vagy bármit, vagy utcai autót, vagy job teleportot, mint én. Ugye mindig hoztoljátok a jobot, egyszerű job teleport, uraim és hölgyeim, kedves barátaim, feliratkozóim, joinolunk. És ugye az elsőt elfogadjuk, másodikat elutasítjuk, és igazából ennyi is. Ilyen jobokat kell csináljátok ti is magatoknak, látod? Látjátok? Ezzel tudtok gyorsan haladni, ugye ahogy kijött a jobból, már mész be. Tehát, hogyha jól csináltátok, akkor ide visszajöttök, akkor itt van az itt hagyott autó, én szerintem legyen a Future Stock Easy, abból van a legtöbb pénz, ugye azt lehet a legtöbben eladni. Arra figyeljetek, hogy a feltöltött, az elköltött pénz után kaptok ugye itt a duplikálás alatt pénzt. Tehát minél többet költötök egy autóra a tuningolás során, annál többet fog érni a duplikálás során. Ugye ezért az Arénaváros kocsira a legtöbbet, mivel erre lehet a legtöbb mindent tenni. Szeretnétek tőlem egy ilyet, ami 1.800.000-at ér, akkor ugyanúgy, ahogy mondtam már, tudjátok a négy lépés, szerintem a legfontosabb a feliratkozás, de mindenhova joinoljatok, keressetek fel, és ma meg is kapjátok bármelyik nap egy szeron. Ugye igen, itt ami nagyon fontos, vissza kell hoppácskázni a kocsitba, amit kinhagytál, és így szemed előtt ennek meg is cserélődik a rendszáma, ugye itt nem látszik most, mert itt nem látszik a rendszámom, de ez ki is cserélődött, ez most az LG-nek a rendszámát kapta meg, ezért amikor idejössz, és egy jobbra nyílat nyomsz, akkor feljön egy alert, hogy ott már van benne egy autó, ugye az eredeti, itt a duplikázás pillanata, vagyis hogy az már megvolt, itt az elmentés pillanata. Ahogy rányomsz, ugye rá kell nyomni egy X-el, beparkolsz ide, és az eredeti át teleportálódik vissza a facility-be, tehát jó formán meg is vagy, ugye nem szabad abba hagyni, csináljátok addig, amíg működik. A lemásolt autót, amit lemásoltál, a másodikat rögtön kiparkolhatod ide vissza, és csak folytasd tovább, csak csináld tovább, tehát jó formán ide kiállsz, és azonnal indulsz el, és mész ki, és csinálod tovább a glitchet, és addig csinálod, amennyi helyed csak van, igazából teljesen mindegy. Mert ez nagyon fontos, hogy mindent fel kell tölteni az összes garázst addig, amíg valami működik. Hogyha ez most működik neked, akkor most kell, akkor tette le azt, amit csak lehet, mindenféle garázsodat, legyen mindenhol Future Stock Easy, amit 1.800.000-ért akár egy hónap múlva is még el tudsz adogatni, és akkor így a lehető legtöbb pénzre tudsz szert tenni. Köszönöm, hogy itt voltatok, igazából nagyon fontos, hogy itt legyetek, légy szíves, tényleg segítsetek osztani, segítsetek felvinni 1000 feliratkozóig a csatornát. Hogyha ez megtörténik, akkor már elkészült 2-3 moddol takunk ki lesz sorsolva, természetesen a jobb feliratkozók között, azaz a igazán segítőkész emberek között. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy tényleg megnéztétek a videót. Még sor azt ajánlom, hogy tényleg nagyon sok pénzt csináljátok vele, ne hagyjátok abba, amíg működik. Szerda, csütörtök, péntek jönnek a szűnőből update-ek, ugye a frissítések. Ahogy kipecseik, adom az újat, de ez túl könnyű ahhoz, hogy egy kicsit is elveszítsétek, úgyhogy csináljátok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer, ez így a reggelre, már csinálom is a következőt, ami nagyon fontos, hogy egy ház property is glitch lesz, ahol semmit nem kell legyen, ezért egyből csinálok én is egy kis akuntot, amivel csinálom, hagyd nőjön a pénze, gyertek, nézzétek, hogy kell nulláról milliárdosnak lenni.
Köszönöm, hogy itt vagytok, Freddy to Killer, itt volt megint, és most lépett is. Köszönöm szépen, sziasztok!